Egyetlen papíron beszáradt vércsebből meghatározható az immunrendszer működése, mindössze 24 órán belül. A Szent Ágotai János Kutatóközpontban kifejlesztett innovatív módszer és a Thermo Fisher biotechnológiai cég által biztosított berendezés segítségével a szakemberek gyorsan és megbízhatóan megállapíthatják, hogy valakinek vele született vagy szerzett immunhiánya van-e. Ez a gép ez arra alkalmas, hogy komplett immunstátuszt mondjon meg, meg tudja ítélni egy csepp vérből, akár beszáradt vércseppből, hogy hogy van a csontvelő, illetve a tímusz vagy csecsemőirigy. Ezek az elsődleges immunszövetek. Nagyon fontosak az immunrendszer egészséges működéséhez. Ez a technológia nagyon nagy precizitást és nagyon nagy megbízhatóságot ad. Az az előnye, hogy egyetlen műszer, nagyon hasonlatos olyan technológiákhoz, amit egyébként is használnak a kutatók a laboratóriumban, és azon alapszik, hogy egy mikroliter skálájú, nagyon kicsi reakciócseppet még kisebb alegységekre lehet bontani. Több ezer, több tízezer mikrokamrában történik egy mintára vonatkozó tesztelés, és lehet klinikai konzekvenciákat is levonni a mérések után. Hasonló eljárást néhány országban már alkalmaznak, a mostani fejlesztéssel azonban jóval precízebb eredmény érhető el. Egy ritka betegséget, az immunrendszer örökletes hiányát is ki lehet vele mutatni. Az ilyen gyermekekben az immunrendszer súlyos hiánya miatt általában iskolás koruk előtt amúgy banális fertőzések miatt meghalnak. Ezt ki kell szűrni, minél előbb meg kell oldani, meg lehet, például csontvelő átültetéssel. Az eljárás felnőtt korban is alkalmazható, vannak ugyanis olyan esetek, amikor meggyengül az immunrendszer. Ilyen mondjuk egy HIV fertőzés, vagy szervátültetés esetén, vagy élsportolók esetében a túledzettség okozhat egy immunhiányos állapotot, ezt is ki lehet mutatni. A beszáradt vércsepp, az papíron is beszárítható, ez a szűrőpapír darab, ez hagyományos postai úton beküldhető egy szűrőközpontba. Ez mehet légi postán, hagyományos postán, több napig, akár nagyobb távolságot is megtehet. És akkor, ha megérkezett a szűrőközpontba, akkor ott kivágnak egy kis darabot ebből a szűrőpapír darabból, abból kinyerünk DNS-t, és ez a DNS az, amit a módszer, maga a platform, a gép és a különböző vegyszerreagensek kitek felhasználnak, és ezt kimutatják abból, hogy hogyan az immunrendszer. A szakemberek a tervek szerint 2024-ben létrehoznak egy újszülött diagnosztikai központot Pécsett, ami regionális szűrőközpontként láthatja el a régiót, de akár a határon átnyúló térségeket is.